Megvendégelték a győri bicikliseket kedd reggel a Dunakapu téren, 7:30-tól egészen 9 óráig kínálták a finomságokat az iskolába, munkába vagy ügyet intézni tekerőket. A főszervező szerint ezúttal is hatalmas sikere volt a kezdeményezésnek. Nagyon sokféle reggelivel készültünk, a műzliszelettől a csokoládén át, üdítőitalok, ásványvíz, pogácsák, a Pedro pékségnek a péksüteményei, tehát nagyon sokféle dolog volt, amivel készültünk. Reggel 7:30 és 8 között volt a csúcs, hiszen itt kiosztottunk hirtelen több mint 400 adag reggelit. 10-ből nagyjából 9 kerékpáros nagy örömmel fogadta a meglepetés reggelit. A híradónk által megkérdezett bringások napi szinten több mint 30 kilométer tekernek, és akár hetente is szívesen fogadnák a frissítőt. Már hallottam róla, de most először veszek részt benne, mert nemrég kezdtem el én is munkába járni biciklivel, és úgy azt kell mondjam, hogy nincsen olyan, hogy rossz idő, csak kifogás. Úgyhogy nem tud eltántorítani még talán a tél se. Én úgy érzem, hogy most van bennem annyi erő. Mennyit ringázol naponta oda-vissza, és milyen helyekre? Hát 15 kilométer ide-vissza, 30, ugye sziget közben járok, úgyhogy... De szerencsére nagyon jó a kiépített bicikliút, úgyhogy nem kell izgulni, hogy most egy esetleg autó elé kerülök, de nagyon figyelmesek az autósok itt, Győrbe is, úgyhogy nagyon elérzékenyek, még ha nekem is kell elsőbséget adni, mindig átengednek. Energia utánpótlás mindig jól jön. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és örülök, hogy a bringásokat is így Győrbe így kiemelik, vagy foglalkoznak velük. Pont ez egy ilyen nagyon érintett útszakasz, gyakran járok erre. A másik kérdésre visszatérve, reggeliztem, de nagyon jól esik, úgyhogy köszönöm szépen. Napi szinten mennyit tekersz? Honnan, hová, nagyjából hány kilométer? Hát Réfalu és Győrújbarát, meg hát a városban nagyon sok helyen inkább biciklivel járok, mert a parkolás az eléggé bizonytalan autóval. Hogyha nem kell vinnem semmit, akkor szinte csak biciklivel járok, hogyha nem esik az eső. Hát ilyen napi szinten ilyen 30 kilométer tekerek körülbelül. A bringás reggeli főszervezője szerint a Covid óta érezhetően még többen tekernek Győrben is. Ehhez szerencsére optimálisak a feltételek a városban. Abszolút tapasztalható az, hogy lényegesen többen kerékpároznak. Szerintem egyre többen választják Győr közlekedése szempontjából is egy jól járható kerékpárút hálózattal rendelkező város vagyunk. Tehát is többen választják azt, hogy munkába, iskolába kerékpárral menjenek, hiszen sokkal könnyebben megközelíthető minden. Én abszolút támogatom, és még inkább szeretném, hogy még több lehetőség legyen rá, hiszen látszik az embereken, hogy kedvük van hozzá, szívesen mennek kerékpárral. Tényleg itt, ahogy elhangzott a bringás reggelit is, akár többször is elfogadnák egy-egy hónapon belül is. A mostani tavaszi bringás reggeli után nyáron, aztán ősszel is lesz hasonló akció Győrben, ahova nagy szeretettel és sok-sok finomsággal várják a bicikliseket.